Sziasztok, Géczi Gábor vagyok, a Lélekőr. Pszichológusként dolgozom intézményi keretek között, illetve Skype-on keresztül egyaránt. Ezzel a kis videóval szeretnélek meginvitálni benneteket az Utazások a párkapcsolat világába című 4 részes online előadás sorozatomra, amelybe ti is bekapcsolódhattok, ha időben regisztráltok. Miért lehetnek hasznosak ezek az előadások a számotokra? Meggyőződésem, hogy nem születünk azzal a tudásanyaggal, amely megmutatná nekünk, hogy hogyan lehetünk eleve boldogok a párkapcsolatunkban. De a jó hír az, hogy ebben a folyamatban sok minden megtanulható. Előadásaim 3 hetente élő kapcsolásban zajlanak majd, és egymásra épülve mutatják meg a párkapcsolat minden fontosabb szakaszát, a párválasztástól az együttélésig, illetve a házasság valamennyi jelentősebb fordulópontjáig. Ha titeket is érdekel a saját párkapcsolatotok jobb átétele, akkor vegyetek részt ezen az izgalmas 4 részes utazáson, amelynek célja, hogy bebizonyítsuk, hogy a férfi és a nő közötti boldog párkapcsolat igenis lehetséges. Tőlem nem egy kész receptet kaptok, mert az ámítás lenne. Ehelyett kézzelfogható módszereken és hétköznapi példákon keresztül mutatom meg nektek a két nem alapvető különbségeit és a boldogabb együttélés szabályait. Az online előadás sorozat részei kapcsolódnak egymáshoz, de külön-külön is értelmezhetők. Valamennyi élő webes kapcsolás végén lehetőségetek lesz kérdéseket is feltenni számomra. A második rész címe: Hogyan válasszak jól párt? Az első online előadásom legfőbb mondani valója az volt, hogy a nők és a férfiak külső és belső tulajdonságaikban teljesen különböznek egymástól. Azaz másként gondolkodunk és kommunikálunk, és igényeinkben és elvárásainkban is teljesen különbözünk egymástól. Az előző alkalommal jutottunk arra a következtetésre is, hogy képesek vagyunk megtanulni egymás nyelvét, és ezáltal igenis eljuthatunk egy boldog párkapcsolathoz és egy működőképes együttéléshez. A második előadásom a Hogyan válasszak jól pár címmel bepillantást nyújt a párválasztás számos nehézségébe. Körbejárjuk azt is, hogy nem elég a szerelem érzésére építeni egy működőképes kapcsolatot, valamint hogy mi másra van még szükségünk a boldogságunkhoz. A pszichológia tudományának és a mindennapi élet tapasztalatainak a segítségével beszélni fogok nektek arról, hogy mire figyeljen oda a férfi és mire a nő mielőtt elköteleződne. Szó lesz azokról a különbségekről is, amelyek a két nem eltéréseit mutatják a szexuális élet elvárásai tekintetében. Továbbá részletesen elemezzük azt is, hogy milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járhat a házasság előtti összeköltözés. Rámutatok arra is, hogy a saját párkapcsolati problémáink mögött sokszor szüleink kapcsolati nehézségei bújnak meg. Ezeket pedig mi cipeljük tovább a saját hátizsákunkban, de ezek a terhek letehetők. Várlak szeretettel, jelentkezz te is az online párkapcsolati előadásaimra!